A Nemzetközi Ökölvívó Szövetség nemrég kihirdette az új olimpiai súlyokat, melynek következtében Gálos Roland az eddigi 60 kg helyett a jövőben az 57 kg-osok között fog versenyezni. A fogyasztás viszonylag zökkenőmentes volt, így Roland bizakodva várta a válogatónak is beillő kőszegi ostrom kupát. Roland számára itt egyetlen mérkőzés volt csak, amit sikerült megnyernie. Az volt a cél, hogy 57 kg elérjek az első számú válogatott. Első nap erőnyerő voltam, akkor a Csóka Nándor és a Bundovics István boxolt. Ott a Bundovics István a harmadik menetbe fejen leütötte. Vele döntöztem, és én meg a másik menetbe befejeztem, mert annyira megsérült az óra, hogy az orvos azt mondta, hogy beszünteti a mérkőzést, nem mehet tovább. A mostani torna a válogatottság szempontjából volt fontos, hiszen a győzelemnek köszönhetően a bajai fiú készülhet az őszi világbajnokságra. Most azt lehet mondani, hogy minden nagyképűséget kizárva, hogy egy ilyen egér-macska játék volt, tehát Rolandnak különösebben nem okozott gondot a Bundovics. Az a furcsa, ugye, hogy a Csóka Nándi az ugye felnőtt Európa-bajnoki bronzérmes, és le tudta ütni ez a srác. A fő cél természetesen a jövő évi olimpia, azonban az oda történő kijutás nem éppen egyszerű. A mostani világbajnokság ugyanis nem kvalifikál az ötkarikás játékokra, oda csak a jövő évi kettő kvalifikációs tornán lehet kijutni. A következő hetek edzőtáboraiban ezért is dolgozik majd Gálos Roland.